Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Az év kertésze kitüntető díjban részesült Nemes Nagynévas Andrea, a Trivega Kft. Ügyvezetője. Magyarország legnagyobb családi kertészeti vállalkozása kiváló minőségű paradicsomot és kígyóuborkát termeszt. Az ügyvezető szerint 20 év munkája érett be, az elismerést Nagy István agrárminiszter adta át. Az idén 10. alkalommal rendezték meg Egerben az év agrár embere gálát, amelyen ugye 11 kategóriában adtak át díjakat, és az egyik kategória győztese, te voltál az év kertésze. Hogy érezted magad? Meglepődtél-e a díjon, és milyen érzés volt ezt átvenni? Fantasztikus nap volt, és egy csodálatos hétvége. Ezt az egész díjátadót megelőzte szeptemberben egy CIP bankos rendezvény, ahol már több mint 20 éve vagyunk partnerek, és ott megkértek a banktól, hogy mutassam be a cégünket egy agrárkonferencián. Ott ült egy ismeretlen úr, és ő volt, aki jelölt bennünket erre a díjra. Hát nagyon szépen köszönjük neki is a bizalmat, és hatalmas megtiszteltetésnek éreztük, és úgy voltam vele, ha nem is nyerjük meg, nekem már az, hogy valaki arra méltatta a munkánkat, hogy jelölt bennünket, az már nagyon nagy öröm volt számomra. Olvastam, hogy még valami meglepetés is történt ezen a napon, ezt elárulod-e már nekünk? De csak nektek. Valójában az évkertésze díjat kaptuk meg. Én szoktam így mondani többes számba, hiszen ezt nem csak én érdemeltem meg. Mi egy családi vállalkozás vagyunk, ugye a férjemmel már több mint 20 éve visszük a kertészeteinket. Bakson, Forráskúton és a családnak még Balástyán van üvegházas kertészete, ahol kiváló minőségű paradicsomot és kígyóborkát termelünk. És itt helyben, Kisteleken pedig egy jubilális 10 éve működünk már itt, és csomagoljunk az általunk termelt kiváló minőségű hazai termékeket. És ugye ez az elmúlt 20 évnek a munkája úgy látszik, hogy kezd beérni, hiszen ezt is a 10. éve rendezték meg ezt az év agrárembere kitüntető díjat. Mi megkaptuk az év agrárembere külön díját, és ez viszont hatalmas meglepetés volt ott a helyszínen. Itt láthatjuk az üzem, hogy folyik a munka, nagyon nagy hangsúlyt fektettek a minőségre. Hogyan oldjátok meg, hogy az árutok minősége mindig tökéletes legyen? Szoktam mondani itt a kollégáknak, hogy mi vagyunk itt Kisteleken, az I betűn a pont. Tehát amit a kertész kollégák és a dolgozóink megtermelnek az üvegházakba, mi még itt egy nagyon magas minőségi osztályozáson keresztül engedjük ki az árut a kezeinkből. Heti 7 nap szállítunk be Magyarországon található Tesco, Metro, Lidl, Spar áruházaknak a polcaira az év 365 napján keresztül. Tény és való, hogy ilyenkor sajnos télen kevesebb az áru mennyiségünk és kisebb az áru választékunk, de nagyon örülök neki, hogy 2-3 hét múlva már itt ebbe a közel 4500 négyzetméteres csarnokba alig fogunk elférni a paradicsomtól, ha jó Isten is úgy akarja, és valóban szép termés elé nézünk. Nem csak ilyen módon járultok hozzá az emberek egészségéhez, hanem támogattok olyan kezdeményezéseket, ami például a rák elleni küzdelemben segít. Erről mondanál pár szót nekünk? Igen, a társadalmi felelősségvállalás évek óta nagyon fontos számunkra, hiszen úgy érezzük, hogy tennünk kell valamit a jelenünkben azért, hogy a jövőnk is élhető legyen. Nagyon fontos a család, az egészség, és itt a munkakörülmények, illetve a kollégáinknak is a hétköznapokban azokat a kiváló munkakörülményeket tudjuk biztosítani, hova örömbe jönni, és van munka. A többi már néha rajtuk is múlik, hogy jól érezzük magukat, de minden esetre mi a körülményeket biztosítjuk, és ezen felül pedig, ahol tudunk, ott segítünk. És évek óta például a Tesco áruháza kampányban közösen benne vagyunk a GoPink rendezvényben, ahol a merrák elleni küzdelemben tudunk mi is részt venni, és vagy a kutatásokban, vagy pedig eszközbeszerzésekben veszünk részt, és a termékeink vásárlásával tudjuk támogatni ezt a kezdeményezést, azon felül pedig akár óvodákat, iskolákat szoktunk támogatni itt a környékben, ahol a magában a kertészeteink megtalálhatóak, és sportrendezvényeket is szoktam támogatni. Az idei évre van-e valami olyan kiemelkedő tervetek, gondolatotok, amit esetleg még szívesen megosztanál velünk?
Hát tervek, gondolatok mindig vannak. Én úgy gondolom, hogy ez viszi előre és a lendületet az emberben és egy vállalkozóban. Szokták mondani, hogy akkor most megálltok, vagy lassítotok? Igen, mindig igyekszünk, talán úgy mondom, hogy reálisan a talajon maradni, és ugyanakkor pedig haladni kell a korral, és nagyon örülök neki, hogy 2 éve elnyert pályázatunkat Forráskúton most tudjuk megvalósítani, és még a 70-es években megépült öreg és nagyon korszerűtlen üvegházainkat el tudtuk bontani, és most egy gyönyörű, legmodernebb üvegházat most építünk és adunk át szerelő körülmények között, de már most beültetve van kígyóborkával, és most 3 hektár már üzembe állt, és még az idei évben még tovább bővítjük 1,5 hektárral. Így egy új, közel 5 hektáros üvegháztelepet tudunk majd átadni Forráskúton, és így a forráskúti telepünk eléri a 15 hektáros üvegházat. Említetted, hogy a kertészet ugye családi vállalkozásként működik, és a férjedet mondtad, hogy ő vele már 20 évek közös ez a munka, viszont ha családi, akkor valószínűleg még mások is vannak, akik ebben részt vesznek, esetleg őket megemlítenéd. Igen, a férjem ő 2. generációs családi gazda, és nagyon örülök neki, hogy még apusomék is nagyon aktívak, ők a Balázsai telepnek az irányítását végzik. Mi igyekszünk ott segíteni nekik, ahol tudunk, és a hétköznapokat pedig a férjemmel visszük, illetve egy nagyon jó gárdával, akikkel tényleg 15-20 éve lassan már, hogy együtt dolgozunk, és ezeket a szép eredményeket mindannyiunknak is nagyon szépen köszönöm, és az összes kollégának, és a férjemnek, és a családnak, hiszen van 4 gyermekünk, és őnekik is azért ebben nagyon nagy szerepük volt, hogy jó gyerekek voltak, és mamánál voltak, vagy akár tolerálták azt, hogy anyai dolgozik, apa dolgozik, és így tudtuk megvalósítani ezt az elmúlt 20-21 évet. Szuperhősök és királylányok foglalták el a szivárvány óvodát. Ilyenkor a farsangi szezonban az óvónők és a dadusok is beöltöznek, az ének, a tánc és a lakoma elmaradhatatlan része a programoknak, de a pedagógusok is játékos feladatokkal készültek a gyerekeknek. A héten farsangi ünnepséget tartanak a szivárvány óvodában. Mit tudhatunk, hogyan zajlik a farsang, mit csinálnak ilyenkor a gyerekek? A farsang szerintem a Mikulás után a gyerekek számára ez egyik legizgalmasabb, meg olyan misztikusabb, meg legjobban várt ünnep, mert már napokkal előtte tényleg arról beszélnek, hogy még hányat kell aludni, meg ki mibe öltözik, meg egyebek, tehát ez a téma. És hát ez a februári időszaknak az egyik fő eseménye, vagy téli időszak végének az egyik fő eseménye. És nagyon-nagyon szeretik tényleg, hát ilyenkor ugye kicsit ilyen bolondosan tarkába öltözik, meg ilyen bulis hangulatba az egész óvoda, és nagyon-nagyon várjuk már, meg gyerekek meg főleg, és tényleg, tehát ez a hét erről szól, hogy ilyenkor maskarába öltözünk, elbúcsúztatjuk majd a telet, és hát most a nagy csoport ugye csütörtökön tartotta a farsangot bizonyos okok miatt, az intézmény többi részesült, a bölcsőde is pedig pénteken, és hát ez a nap a játékkal, a tánccal, a versengéssel, evéssel, ivással telik, pontosabban a délelőtt, mert ugye úgy elfáradunk itt körülbelül délre, hogy mindenkinek jól is esik aztán a pihenés. És ilyen farsangi buli során az óvónénik is beszoktak óvóbácsik öltözni, vagy csak a gyerekek? Hát természetesen mi is beöltözünk, hát mi is ide tartozunk, és mi is nagyon várjuk a farsangot, és szerintem ugyanúgy, mint a gyerekek, azon gondolkodunk már egy hónapja, hogy ki mi akar lenni, és millió egy változat van, hogy akkor ez, de akkor mégse ez, inkább ez, és akkor a végén kialakul valami, és tényleg mi is, tehát ugyanúgy beöltözünk, mint a gyerekek, hát mi is a csoporthoz tartozunk, természetesen a Dajka nénik is, óvónénik is, mindenki beöltözik. És mi a most divatos jelmez, amiben a gyerekek nagyon szívesen öltöznek? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a szuperhősök fiúknál, az nagyon jellemző, és a lányoknál meg Elza, meg mit tudom én, Anna, meg különféle szintén ilyen hősök, amik meg olyan mese figurák, lány
királylányok, meg mit tudom én, aranyhaj, meg ilyenek, ami most ugye a gyerekek nap mint nap találkoznak, a képernyőn, vagy mit tudom én, YouTube-on, vagy valahol meg tudják nézni, vagy ez slágerek. Érdekes, hogy ilyen bogyóbabucának például nem, vagy én, amit hiányolok egyébként, az a kézzel készített jelmezek. Tehát nagyon kevés olyan jelmez van, amit tényleg otthoni ruhatárból összeszedett, kicsit kiegészítve valami kis fejdísszel vagy valamivel. Azok van, aki, tehát minden évben van az egy-kettő, de nagyon kevés, tehát inkább ezek a vásárolt jelmezek vannak zömébe. Amit szoktunk kérni a szülőktől, hogy olyan jelmez legyen, amiben a gyerek azért tud mozogni, meg nem gyullad meg, mert ugye itt mozgunk, táncolunk, az olyan, hogy akkor leizzad, meg mondjuk egy doboz van körülötte, mondjuk kis autónak, ami nagyon ötletes egyébként, de képzeljük el abban mondjuk egész nap ácsorogni, tehát az egy nem egy kellemes dolog. El fogjuk ugye űzni a telet, de azt egy hét múlva majd, amikor is a tél dömét, mi most egy dömét csináltunk, azt fogjuk elégetni itt a jövő pénteken, és hát itt szépen gyűjtünk neki tizet, és reméljük ezzel a telet is elűzzük. Ments életet Kisteleken mottóval véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt a Kisteleki Művelődési Házban. A véradásra nagy volt az érdeklődés, sokan érezték úgy, életet mentenek a vérükkel, és ha egészségük engedi, segítenek. Itt vagyunk a Kisteleki Művelődési Házban, ahol jelenleg folyik a véradás, sokan jöttek, és van egy ismerős arc, aki már régóta jár véradásra. Miért tartott fontosnak, hogy vért adjál? Én úgy érzem, hogy ez a minimum, amivel hozzájárulhatok az embertársaim egészségéhez. Ugye, ha már anyagilag nem is, de legalább így erkölcsileg szerintem ez belefér, bele kell, hogy férjem. Ha egészségem is időm engedi, akkor mindig eljövök. Középiskolás korom óta a katonaság sem maradt ki. Mi inspirált? Hát nem is tudom, először szerintem csak buliból 16-8 évesen ugye középsuliban. Később aztán a katonaságnál jutalomszabadság, az újoncokat vittem, aztán ez úgy meg is maradt. Szerintem ez a minimum, hogy hozzájáruljunk, mondom, embertársaink egészségéhez, és ennyi. Röviden. És számoltad, hogy esetleg tudod, hogy körülbelül hanyatszorra adsz vért? Hát nem számoltam, de már voltam kitüntetve kétszer. Ilyen elismerést kaptam most. 50-en is túl vagyok, szerintem a 100-on is. Hát ugye 16 éves korom óta adom, vagy középsúli 14-15, most meg vagyok 53. Volt, hogy kihagytam hónapokat, de általában az éves 2-3 mindig meg volt. És mit mondanál azoknak, akik kicsit félnek az egésztől, mert ismeretlen, vagy olyan ijesztőnek tűnhet nekik, és mit mondanál, hogy mire számíthatnak ezen a véradáson? Hát én nekem megmondom őszintén, ilyen fehér köpeny fóbiám van, úgyhogy én viszolygok a tűtől is, a doktoroktól is, úgyhogy, de szerintem ezt le lehet küzdeni. Szerintem ez nem akadálya, nem akadálya annak, hogy leadjuk azt a 4,5 decinit. Kivétel, akinek ugye az egészsége nem engedi. Nekem hál' Istennek engedi, nekem még jót is tesz, úgyhogy szerintem azt üzenem, hogy ne féljenek, szerintem ez nem egy nagy dolog a szúráson kívül. Elbontották a város karácsonyfáját. A nagy fa bontásához emelőkosaras autó nyújtott segítséget. Ezzel megkezdődik a tavaszi időszak a városban. A körforgalom minden ünnepre felveszi díszes ruháját. Legközelebb március 15-én öltözik ünneplőbe. Megyei diákolimpiát rendeztek Hódmezővásárhelyen, ahol a Kisteleki Általános Iskola diákjai szép eredményeket értek el. Toma Gergely, 5. osztályos tanuló, 100 méteres hátúszásban bronzérmet szerzett, és sikeres volt a váltó is. A további eredményekről Jánosi Adélt kérdeztük. Megyei diákolimpiát rendeztek Hódmezővásárhelyen. A Kisteleki Általános Iskolát Jánosi Adél és csapata képviselte. Hogyan zajlott a felkészülés, hányan indultak a versenyen?
Igen, most januárban Hódmezővásárhelyen vettünk részt Csongrád-Csonárd megyei diákolimpián. A legnagyobb létszámban indultunk az elmúlt időszakokhoz képest, 14 fővel képviseltük az általános iskolát, első korcsoporttól egészen negyedik korcsoportig, kislányok, kisfiúk, és még csapatban is indultunk. Milyen eredményeket értek el a versenyzők? Nagyon szép eredményeket sikerült elérnünk. Lett egy megyei bajnokunk, Bárdos Botond személyében, 8. C-osztályos tanuló, 100 méter mellen nem talált legyőzőre, így az általános iskolánkat képviselheti Egerben az országos döntőn, márciusban. Arra fogunk nagy erőkkel készülni. Lett egy második helyezettünk, ezüstérmesünk 100 méteren háton, Olasz Zétény, 6. osztályos tanulónk, illetve második helyezett lett a mixváltónk, ami azt jelenti, hogy két fiú, két lány indult 450 méter gyorsúszásban. Ebben részt vett Magyar Lukás Dorka, Belányi Barbara, Toma Gergely és Olasz Zétény. Nagyon nagy eredmény ez számunkra, hogy megyei versenyen már dobogóra állhat a Kisteleki Általános Iskolából jó pár tanuló, és negyedik helyezett lett még egyéniben Magyar Lukás Dorka 100 méter háton, ami szintén nagyon szép eredmény. Hogy érezted magad a versenyen? Jól éreztem magam. És ott voltak a barátaim, meg a tesóm. Tehát jól éreztem magam. Melyik a kedvenc úszónemed? A kedvenc úszónemem a hátúszás. És azon is indultam. És második helyezett lettem. És hogyan érezted magad a díjazáskor? Nagyon boldog voltam, és örültem, hogy a szüleim is boldogak lesznek, és büszkék rám. Nagyjából 6 évesen kezdtem el úgy rendesen úszni, és 8-9 évesen versenyszerűen, de úgy rendesen vízben, 3-4 évesen voltam. És miért kezdtél el úszni? Hát a szüleim, nagymamám és mindenki a családban vízhez volt, vízhez volt köze, és akkor így nekem is megtetszett, mindig hoztak uszodába, és akkor egyre jobban elkezdtem érdeklődni utána, de és így idáig jutottam. Melyik a kedvenc úszónemed? Hát a kedvencem az a gyors vagy a mell, de régen nagyon jó voltam a hátba, de azt nagyon utáltam. Hanyadik helyezett lettél a versenyen? Első helyezett lettem mellúszáson, és indultam háton is, és a váltóban is, de azokban nem értem el ekkora sikert. És mennyire izgultatok az eredményhirdetésnél? Igazából a gyerekek is, meg én is nagyon izgultunk végig a verseny ideje alatt, hiszen egy, mint láthatjuk, 25 méteres, 120 cm mély medencében készülünk, és a döntő az pedig 50 méter hosszú és 2 méter mély medencében zajlik 10 pályán. Egészen más körülmények között kellett a gyerekeknek szépen helytállniuk, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült. Mi lesz a következő megmérettetés? Tulajdonképpen ez az országos döntő Egerben, azután pedig, mint Kisteleki Úszó Egyesületként próbálunk kisebb versenyeken részt venni a versenyzőimmel. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik Heti Mozaik című műsorunk, amelyben Imre atyától tudhatjuk meg, hányféleképpen lehet böjtölni, közvetítünk a Városi Nyugdíjas Klub farsangi mulatságáról, és beszámolunk az általános iskola jótékonysági báljáról is. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!